A H5P-ben összetett feladatokat is lehet létrehozni, amelyek nem egy kérdést, hanem több különböző kérdést tartalmaznak. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy hogyan tudja a tanár ellenőrizni azt, hogy milyen válaszokat adtak az egyes részkérdésekre a hallgatók. Erre is van megoldás a H5P és a Moodle együttműködésében. Nézzük meg, hogy hogyan. Most föltöltöttem két helyre két különböző módszerrel egy olyan összetett feladattípust, amelyikben három különböző feladat, egy igaz hamis, egy feleletválasztós és egy szöveg kiegészítős feladat volt. Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Tehát gyakorlatilag egy igaz hamis választ kell adni, ezen kívül kiválasztani a jó megoldást, és kitölteni a hiányzó szót, ami ebben az esetben az, hogy hiányzó és hogyha mindezt megteszem, akkor lehet erről valamiféle visszajelzést kapni. Korábban már a felvétel előtt ezt a tesztet tehát feltöltöttem, ezt a két tesztet feltöltöttem, és négy-négy próbálkozást végre is hajtottam hallgatóként. Nézzük meg, hogy milyen visszajelzést kap a tanár, az oktató, a Moodle-től, hogyha a különböző módszerekkel használja ezeket a H5P teszteket. Az osztályzó naplóhoz megyek, tehát az osztályzatok megtekintéséhez, és volt a kék megoldással, illetve a fekete megoldással föltöltött, összetett kvíz. Először a kék megoldást nézzük. Én korábban négyszer teljesítettem, és most itt a videó kedvéért ötödikként is, tehát látszik, hogy öt teljesítésem volt, és ezeket egyenként tudom ellenőrizni is. Tehát bele tudok nézni, hogy hány pontot kaptam az egyes próbálkozásokra, mennyi volt a maximum pontszám, mennyi időt töltöttem el a feladat kitöltésével, végig jutottam el, tehát a végén rákattintottam-e a beküldésre, illetve hogy sikerült-e teljesítenem, tehát hogy 100%-os lett-e az eredményem. És az egyes betekintések pedig úgy történhetnek meg, hogy rákattintok itt a jelentés megtekintésére, és látszik, hogy ott helyes választ adtam-e, vagy nem helyes választ adtam. Itt például látszik, hogy a hiányzó szót az egyik próbálkozásnál nem írtam be. Vagy meg lehet nézni, hogy itt a harmadik próbálkozásnál pedig egy rossz választ adtam, tehát rossz próbálkozásom volt. A másik fajta, tehát a fekete módszerrel feltöltött tesztek esetén, ha belenézek az áttekintő Képbe, ott nem fogom látni az összes próbálkozást, ott csak a legjobb megoldásnak fogom látni az eredményét. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy ellenőrizni tudjuk az egyes részteljesítéseket, az egyes feladatoknak a megoldását a különböző hallgatói beküldések nyomán, akkor a kék. H5P logóval érdemes feltölteni a feladattípust.